Sziasztok! Én Lengyel Mihály vagyok. Egy... nincs semmi különleges címem, én egy fejlesztő vagyok a Trezoritnál. És ez már a Zero Kit nevű projekten dolgozom, illetve dolgozunk páron. Ez a legújabb, illetve inkább a következő termékünk. Hogy legyen ennek a névnek, meg úgy egyetlen ennek az egésznek értelme, egy kis hátteret adnék az egészhez. A Trezorit az egy biztonságos fájltárolással, felhőben való fájltárolással foglalkozó cég. Nagy hangsúlyt fektetünk itt a biztonságra. Mi ezt úgy hívjuk, hogy mi zero knowledge módon tároljuk a fájlokat, azaz mi nem tudunk semmit. Nem ismerjük a felhasználó jelszavait, nem ismerjünk semmilyen kulcsot, semmilyen adatot. Tehát, hogy még csak hash-t sem tárolunk a jelszóról, nem ismerjük a kulcsokat, szóval nem kényszeríthetnek minket arra, hogy adjuk fel, mondjuk a kormányi intézkedés, vagy bármi egyéb kapcsán. Tehát, hogy ez ilyen óriási hangsúlyt fektetünk a biztonságra, olyannyira, hogy még egy fájlnév kiszivárgása is komoly problémának számít. Ilyen még nem volt ugyan, de annak számítana. Hogyha ebből leveszik az egész marketing dolgot, annyi a vége, hogy mind a kulcsmenedzsment, mind pedig a titkosítás az kliens oldalon történik. Mi sosem tárolunk kulcsot, sosem látjuk a kulcsot, csak titkosított adat kerül fel a szerverre. És ezt csináljuk már néhány éve, és hát mi folyamatosan látjuk a hírekben a különböző adatszivárgásokat. Ennek teljes fekete piaca van, ahol konkrétan nagykerszerűen lehet felhasználói adatokat vásárolni. Ami szerintem egy elég abszurd dolog, és ahogy látszik, ez minden területet felölel. Tehát, hogy ott van bal felül a Clinton kampány szivárgásai, itt van egy másik amerikai, amerikai közalkalmazottaknak szivárogtak ki adatai, de az Ashley Madison is ott van, meg hát elég sok minden. És mivel ez ennyire mindent felölel, arra jutottunk, hogy a probléma alapja, hogy nincs egy egyszerű, gyakorlatilag plug-and-play módon használható építőkocka, amit berakhatunk az alkalmazásunkba, amivel jól tudjuk titkosítani az adatainkat, és erre adja a megoldást. Hát ez nem túl látható. Mindegy. Igen. Ez egy nagyon biztonságos slide. A lényeg az talán halványan, de látszik. Most rosszabb, ugye? Hát... Szerintem mindegy. Mindenesetre tényleg arról van szó, ez egy építőkocka, berakhatjuk az alkalmazásba, használhatjuk, de nagyon egyszerűre leredukáltuk az egészet. Kicsit meglepett. Itt ez egy példakód, ami létre először is egy sor, hogy előkészítsük az SDK-t, csinálunk egy ilyen kriptográfiai csoportot, titkosítunk adatot, kititkosítjuk az adatot, megnézhetjük, hogy ugyanazt kapjuk vissza, illetve megosztjuk ezt valakivel, aki ezek után az előzőleg titkosított adatot bárhogy is elküldjük neki, akkor ő azt ki tudja titkosítani, talán nem ez a legjobb szó, de értelmezni tudja, és ehhez nem kell újra titkosítani, ami egy nagyon fontos dolog, főképp, hogyha nagy mennyiségű adatot tárolunk, illetve hát mivel ez mondjuk JavaScriptben van, a másik embernek még csak frissíteni sem kell a böngészőjét, semmit sem kell csinálnia, egyik oldalon megosztjuk, a másik oldalon megpróbálja feloldani ezt a titkosított szöveget, és egyszerűen csak sikerül. Mi ezt úgy oldottuk meg, ahogy már itt is írom, hogy iframe-ekben futnak hát
a mi kódjaink, és például ott kérjük be a jelszavakat. Tehát, hogy a jelszó a kliens alkalmazását sehol sem érinti, ezzel megnehezítve a szöveges, az iframe-ek biztosítanak egyfajta szeparációt, ezt a browserek implementálják. Ez pedig az alapvető szerkezete az egésznek. Ez a Zero Kit, neveztük ezt egy darabig úgyis, hogy Zero Knowledge as a Service. Mi itt adunk egy szervert is, amivel a mi kliens oldali library-nk kommunikál. Ez az Azure-ban van jelenleg, de vannak megoldások, hogy ezt bizonyos óriási, mondjuk bankok hosztolhatják maguknak is, de ez kisebb felhasználásra nem túl praktikus. És az alkalmazásban csak berakjuk a kliens oldali libet, amivel használva azonosíthatjuk a felhasználót, létrehozhatunk ilyen csoportokat, kititkosíthatunk adatokat, illetve kirúghatunk adott esetben a csoportból egy-egy embert, visszavonhatunk jogosultságokat. És mindez, ez a kommunikáció egyáltalán nem is látszik. Nálunk, a mi oldalunkon, a szerveren mi tárolunk ugyan adatot a felhasználóról, de például a felhasználó nevét mi már nem látjuk. A felhasználó névkezelés az teljesen az alkalmazás oldalán történik, mi csak egy random generált azonosítót látunk, illetve publikus kulcsokat, meg persze titkosított privát kulcsokat. Az adatokat viszont mi nem tároljuk. Mi ezt egész egyszerűen csak visszaadjuk az alkalmazásnak, és az alkalmazás a saját szervereiben tárolhatja, illetve kezd vele, amit akar végső soron. Hogyha Notepad-re akarjuk másolni és e-mailben elküldeni a másik embernek, hát akkor ezt is lehet. Nagyon fontos dolog, hogy biztosítunk egy backchannel API-t, amiben adminisztratív kontrollunk van a felhasználó bizonyos akciói felett. Tehát például ahhoz, hogy egy ilyen csoportot létrehozzon, ahhoz az alkalmazás szervereinek a jóváhagyása szükséges. Ugyanúgy ahhoz is, hogyha egy-egy ilyen csoportban meg akar hívni valakit, vagy el akar belőle távolítani. Ezáltal pontosan tudja az alkalmazás kontrollálni, hogy mit kivel oszt meg. Ezzel is különböző fajta támadásoktól védve. Igen, tehát hogy ilyen, ezekről a dolgokról mindenféle információkat le lehet kérni itt szerver oldalon, és ez alapján meghozni ezeket a döntéseket. Ez egy nagyon fontos dolog volt, mert például ez bankok számára nagyon hasznos, akik például nem akarják megengedni, hogy feltétlen bármilyen adatokat megosz valaki mással, mert hiszen az nem feltétlen a te tulajdonod. De nagyon sok egyéb felhasználása is van ennek. Igen. A technikai részleteibe én nagyon szívesen belemennék ugyan. 5 percben sajnos egyáltalán nem fér vele. Annyit szeretnék mondani, hogy aki érdekel az a téma, nagyon szívesen beszélgetek róla. Nagyon sok idő van már benne. A felhasználók beléptetéséhez, az azonosításához SRP6 átprotokolt használunk, ami egy Augmented Fake protokoll, Secure Remote Password protokoll. Ennek kapcsán lehetséges az, hogy mi nem tárolunk jelszó ekvivalens adatokat, csak egy ellenőrző számot, illetve a titkosításhoz, különböző kulcsok titkosításához elliptic curve kriptográfiát használunk. Az is egy nagyon hosszú és mély téma, szívesen belemegyek, de azt hiszem a prezentáció részében ez nem fér bele, úgyhogy ezt itt be is fejezném, és köszönöm szépen. Aki ki szeretné próbálni, az írjon Dávidnak, dave@trezorit.com-on elérhető, vagy
nekem is lehet írni a mihai.lengyel@trezorit.com-on. Mindketten nagyon szívesen válaszolunk. E-mailben is, illetve most is, úgyhogy várom a kérdéseket. Szóval ez egy szolgáltatás, de hogy egy userként tudom használni? Hát végső soron igen, de arra vannak jobb megoldások. Tehát, hogy ezt elsősorban arra terveztük, hogy ezt alkalmazásokba beépítsék. Természetesen, hogyha szeretnél egy olyan alkalmazást csinálni, amit csak te csinálsz, mert végsősorban itt erről van szó, megteheted, csak kevésbé praktikus, de ezt nagyon jól ki lehet próbálni, akár úgy is, mivel olyan egyszerűségű a kód, hogy nyitsz egy böngészőt, és betyöksz a kontrollba. Mennyibe kerül? Erre én nem igazán tudok válaszolni, egyelőre ingyen van, de hát ilyen, tehát üzleti felhasználása nyilván nincs ingyen. Ez úgy van, hogy így ingyen kell próbálni, ez még nagyon-nagyon kezdeti fázisában van, már kezd termék jellege lenni, mondjuk ezt így, de még olyan kezdeti fázisában van, hogy ezt ingyen odaadjuk tesztelésre, feedbackért cserébe. Inkább csak ilyen, nem tudom, elmert, gyakorlatilag kérdés, hogy az általán említett datalíkeknek egy vajon ezzel a megközelítéssel mekkora részét lehet elkerülni figyelembe véve, hogy a legtöbb pont említett cég az valójában abból él, hogy ezeket az adatokat maga is olvassa folyamatosan, tehát akkor majd másféle üzleti modelleket kéne ahhoz kitalálni. Hát ebben az esetben az egész zero knowledge dolog, ez nem annyira zero knowledge, mert hiszen a szerver ismeri az adataidat. Viszont ebbe is lehet még nagyon sok extra biztonságot hozni. Az adat szivárgások egy jó részét nem lehet megakadályozni. Semmilyen módon olvastam ilyeneket, hogy megkérdeztek valami relatíve nagy céget, nem emlékszem a nevére. Az alkalmazottakat kérdezték meg pontosabban, és a legtöbben azt mondták, kicsit több, mint a felük azt mondta, hogy egy csokiért megadja a jelszavát. Ezzel nem lehet mit kezdeni, de egyébként egy jelentős részét igen. Sőt, inkább azt mondanám, hogy azért lehet a jelentős részét megakadályozni, mert így lehet olyan alkalmazásokat építeni, ami egyszerűvé teszi a biztonságos használatot. Tehát, hogy nem kell azzal foglalkozni, hogy jó, akkor használj PGP-t, akkor kigenerálod a kulcsokat, és azt elküldöd így neki, és akkor bemásolgatod, és elfelejted a passphrase-edet, és nagyon, tehát, hogy nagyon sok mindent leegyszerűsíted. Mondtál egy pár szót, szakszót, amihez sajnos nincs meg a kellő előképzettségem. Mi az alapötlete ennek a hash nélküli felhasználatlanításnak? Hát ez egyfajta Diffie-Hellman, hogy mondjak még egy szakszót. Az pont meg, no? Illetve valószínűleg, aki hozzáért, az ezért egy péklapáttal verne. De valami ilyesmi. A lényeg egyébként úgy történik, hogy a bejelentkezés elején bekérjük a felhasználó nevet, jelszót a felhasználótól, illetve felhasználó nevet azt az alkalmazás biztosítja, bekérjük a jelszót. Ez alapján küldünk egy kérést a szervernek, amiben már van egy random szám. Ő ezzel csinál dolgokat, visszaküld még egy random számot, és hogyha ezeket megfelelő módon összeszorzod egy korábban megegyezett értékkel, akkor kijön ugyanaz a szám. És úgy léptetsz be egy-egy embert, hogy ez a szám mindkét oldalon ugyanaz.
és végső soron ennyi a, az egész. Maga az algoritmus az szerintem 6-7-8 sorban megfogalmazható egyébként. Hát sok hatványozás van benne. Köszönöm.